71 nap. Ennyi ideig tartották fenn a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói a blokkádot, mellyel az újonnan kinevezett vezetőség ellen tiltakoztak. Még az új kancellárt sem engedték be. Bemehetek egyáltalán? Be nem mehetett, de a távolból a blokkád alatt többször is próbálta felfüggeszteni a benn folyamatosan zajló oktatást. Ám végül csak a november 26-án hozott kormányrendelet után járt sikerrel. Most levelet írt a vezetőség, melyben arról értesítik a hallgatókat, hogy lehetővé teszik az őszi szemeszterben elmaradt tanegységek utólagos teljesítését. A pótlás az első fél évben felvett órák november 27 és december 12-e közé eső részére vonatkozik. Mindezt, mint írták, a hallgatók és oktatóik érdekében. Csak hogy a hallgatók ezt inkább úgy értelmezték, megfenyegették őket, hogy nem lesz meg a fél évük. Azért fenyegetésnek sem az igazi. Egy beismerő vallomás, az minden. Képpen. Tehát azt beismerték, hogy a november 27-i előtti időszakot akármennyire is akarták és próbálkoztak, de nem sikerült érvénytelennek tekinteni vagy érvényteleníteni. A hallgatók az utolsó két hét pótlását sem tartják indokoltnak. Digitális oktatás november 11-én álltunk át, tehát november 27-én már bőven mentek a digitális órák, amelyek mind dokumentálva vannak, még inkább, mint a jelenléti oktatás, hiszen az interneten mindent rögzíteni lehet, és a mai nap pedig kezdetét veszi a vizsgaidőszak. Ráadásul ugyanúgy mentek, mint bármelyik másik egyetemen vagy felsőoktatási intézményben. A pótlások miatt csak februárban kezdődne a vizsgaidőszak, így a hallgatók szerint a második fél év vége akár augusztusig eltolódna. Egyszerűen nem látják át az időrendiséget, a munkát, ami a mögött van, hogy egy fél évet érvényessé tegyen valaki. A diákok ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy a szokásos rendben december-januárban vizsgázhassanak. Kerestük az egyetem fenntartóját, mit szól az új tantervi rend elutasításához, de nem nyilatkoztak.